Pontosan 10 évvel ezelőtt, 1989. február 5-én bejelentették, hogy egyesületté alakult a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat, amely a Római Katolikus Egyházi Szeretetszolgálat segítségével már addig is több millió márka értékű használt jó minőségű kórházi felszerelést, berendezést juttatott, főként közületi egészségügyi intézményeknek, és 100 tonna ruhaneműt a rászoruló lakosoknak. Tehát 10 év telt el azóta. És mivel a szeretetszolgálatnak Pécsett és térségünkben is van szervezete csoportja, mi is jól ismerjük azt a felbecsülhetetlen értékű segítséget, amit a szolgálat nyújt. Vendégeink a stúdióban dr. Nagy Ibolya, a pécsi csoport vezetője, és Szentgyörgyvári Károly, a területi szervezet vezetője. Szeretettel köszöntöm Önöket. Tehát 89-ben alakult meg az országos egyesület, valamivel később jött létre a pécsi, illetve a területi szervezet. Mikor is? Pécsi csoport 91 tavaszán alakult, márciusban közelebbről. Nem akartunk első menetben máltai csoportot alakítani, csak egy szakorvosi rendelést szegény betegek részére, de aztán hirtelen úgy alakult, hogy a Délvidéken nem volt még egy csoportja se a Máltának, és akkor hát létrejött a pécsi csoport. Közvetlen utána, hát mint ismeretes, jött a délvidéki háború, tehát ezért egy kicsit jó is, meg rossz is volt, mert a tevékenységünk nagy részt a menekült hát, problémához fűződött, de aztán a 94-ben vége lett, és hát közben a menekült gondoknak a kezelések közben azért apránként kezdtük megvalósítani a álmainkat, illetve az igény szülte munkánkat. Az orvosi rendelés létrejött, az 91. szeptember óta működik, a Janus Pannonius utca 6-ban, sok segítséggel tudtuk megcsinálni. Ugyan ebben az épületben, ugyan mindjárt kezdettől fogva működött ingyenes jogi tanácsadás, tehát ilyen jogsegélyszolgálat, és hát apránként alakult egy szociális csoport. Kicsit később, 92-ben kaptuk meg az Apafi utcai házat használatra, és ott egy napközi otthon alakítottunk ki, nagyon súlyosan sérült fiataloknak, akiknek máshol nem volt már lehetőségük lenni, és egy konyhát, ahol a rászorulóknak is kapunk ebédet. Ez a pécsi csoportnak a nagyon hát, dióhéjba vett tevékenysége, és akkor két évvel később, tehát 93-ban merült fel az az igény, hogy régiókba kéne foglalni a tevékenységet, de erről inkább régióvezető. A területi szervezet mely területeket fogja össze, hol tud segíteni? Tehát két év alatt, 91 és 93 között a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat annyira szinte berobbant a köztudatba, a történelmi események is hozták ezt, hogy Budapestről központosan irányítani, hát nem lehetett, kezelhetetlenné vált szinte, és ezért gondolkodtak úgy, hogy régiókat hoznak létre, adott volt a földrajzi régió Somogy, Tolna, Baranya, és a meglévő csoportok a pécsi vezetés alá, pécsi régióba tartoznak. Ez annyit jelent, hogy egész Marcalitól Dunaföldvárig összességében 18 csoport van a Pécs városán kívül, 19. ez a pécsi csoport, az úgynevezett anyacsoport. Mindketten sok-sok éve csinálják már ezt a munkát. Amikor elkezdték, akkor gondolták volna, hogy ennyi évet megér ez a tevékenység, ez a munka, és lesznek támogatók? Hát, ha őszinte akarok lenni, akkor nem, mert nagyon sok küzdelembe került. Végül is ez még a 10 éves szervezet is fiatalnak számít, ugye a szervezetek életébe, a háború, a menekült helyzet, a Románia, stb. Egyrészt, másrészt, tehát ugye az anyagi háttér is elég kérdéses volt, hogy őszintén szólva én sokszor kételkedtem abba, hogy fennmaradunk, de valamilyen oknál fogva úgy látszik mégiscsak kell vagy jó az, amit csinálunk, mert meg vagyunk most is, és úgy én úgy érzem a pécsi csoporttal kapcsolatban, hogy hát stabilizálódott a helyzetet, tehát a város befogadta, ismer bennünket. Hát az adományozók azok, az egy kérdés, még a menekült időkben maradtak német támogatóink, barátaink, akik meg is szerették a tevékenységet, meg a várost is. Őtőlük sok segítséget kapunk,
De hát végül is azért hazai segítség is adódik, anélkül nem tudnánk létezni. 180 önkéntes 8 éven keresztül, hogy így mondjam, dolgoztatni vagy működtetni, azért biztosan kell ehhez külső segítség is. Pécset, illetve a régióban körülbelül mennyien vannak azok az emberek, akiken önök segíteni tudnak valamilyen formában? Hát erre nem szívesen mondanék én egyszerűen napra kész adatot, mert ez mindig a szükségnek és az igénynek megfelelően változik. Van egy mag minden településen, minden csoportnál, akik úgy pezsgésbe hozzák a dolgokat, és kezelik a dolgokat, és ahogy a szükség hozza. Tehát ez rugalmasan változik, hogy mennyi. Alapvetően az emberekben benne van az, hogy segíteni szeretnének, és a Máltai Szeretett Szolgálatnak ez egy különös előnye, hogy ott gyakorlatilag személytelenné válik az a segítő, nem a Kovács Pista bácsi vagy a kis Juliska néni megy el, hanem a Máltai Szeretett Szolgálat nevében segít valaki, és ez a segítőnek is, és akinek segítenek, annak is kezelhetőbb és jobb. Visszatérve arra a kérdésére, hogy mi gondoltuk-e volna, sokszor téma ez közöttünk, hála Istennek soha nem láttuk előre, hogy ez mivé fog alakulni, mennyi küzdelem, mennyi megpróbáltatás ér bennünket, de én azt hiszem, elmondhatom mindkettőnk nevében, hogy nem bántuk meg, hogy belevágtunk. Nem volt könnyű, biztos, hogy ezután sem lesz könnyű, és az, hogy mi a 10 éves jubileumra ezt a úgymond szlogent választottuk, hogy de a növekedést az Isten adta, Bibliából idézve. Sok-sok emberi tényező, erőlködés, de mint alapvetően keresztény értékrendre támaszkodó szervezet, ezt nyugodt lélekkel tudjuk kimondani, hogy idáig eljutottunk, ez Isten segítségével történt. Kitartás és erő kell ahhoz, hogy folytassák, de vannak-e konkrét tervek, hogy még tovább terjeszteni ezt a tevékenységet? Hát terveink mindig vannak, néha álmoknak is nevezzük őket, de eddig még létrejöttek. Szeretnénk fejleszteni kint az Apafőca 101-et csillaháznak nevezzük ezt, erről már korábban biztos beszéltünk. Itt 25 nagyon súlyosan sérült fiatal van, és szuváról is, tehát csak nem 15-en várnának arra, hogy bejussanak. Tehát itt valamit fejleszteni szeretnénk, hogy hogyan, azt nem tudjuk. A polgármester úr a szomszédos telket nekünk adta, de hát ezre még valami pályázatot kell nyerni, hogy fejleszthessük ezt a napközi otthont. Aztán szeretnénk valamennyire bekapcsolni a hajléktalan segítésben, mert a támasz ezt nagyon jól csinálja, de hát azért Pécset nagyon sok rászoruló van. Nem ilyen éjszakai szállásra gondolunk, mert arra nincsen még helyünk, hanem csak ez a tej, a zsíros kenyér, vagy egy tál étel, vagy fürdési, mosdási lehetőség. Ezek a pillanatnyilag hát érésben levő tervek. Azzal együtt, hogy a többit, ami megy, azt változatlanul folytatjuk. Azt hiszem, sokan vagyunk úgy, hogy hajlamosak vagyunk azt gondolni, abban reménykedni, hogy egyre kevésbé lesz szükség ilyenfajta szervezetekre, mint az önöké. Aztán, ahogy telnek a napok, az évek, beigazolódik, hogy igenis egyre nagyobb szükség van rá. Önök hogy vélekednek erről? Mindenféleképpen igaza van, hogy egyre inkább szükség van ezekre a segítségekre. Sajnos az elmúlt időben egyszerűen az, hogy adomány, az, hogy segítek valakinek, ez, hogy úgy mondjam, nem volt egy kedvező és egy elfogadott, általánosan elfogadott dolog. De az emberek igenis nagyon rá vannak szorulva. A családoknak olyan tragédiáit sorakoztatják elénk, amikor a telefonok, a levelek érkeznek, hogy hosszú távra berendezkedhetünk, sajnos, ezt kell, hogy mondjam, ez a tapasztalatunk. Hát azt hiszem, hogy nem csak nálunk Magyarországon, hanem nyugaton is végülis a civil szervezetekre elég rendesen támaszkodik a szociális ellátás, tehát ez nem hazai kitalálás, és hát sajnos biztos szükség lesz rá, akármilyen kis szeletke is az, amin az ember segíteni tud. Egy mondattal szeretnék visszatolni arra, hogy körülbelül mit tudunk segíteni, ez borzasztó nehéz kifejezni. Két számadatot mondanék, a rendelőbe évente 4,500 ember fordul meg. Tehát ez mondjuk egy nem nagy szám, de a járóbeteg ellátáshoz képest igen. És különféle évvégi jelentésekhez ki szoktuk számítani, hogy mennyi
pécsi csoport által teljesített munka eszmei értéke, beleértve a ruha, meg bútor, meg ilyesmi adományt is, majdnem 40 millió forint, ez egy becsült érték. Én azt gondolom, hogy azért ez talán kifejezi azt, hogy elég sok emberhez jut el, mert ezek apró segítségek. Én köszönöm szépen, és további jó munkát kívánok. És köszönöm.